Sziasztok, Gábor vagyok, és a Tech Barátot nézitek. Ma ebben a rövid videóban az elmúlt három adásban bemutatott Galaxy 10 szériának, S10 szériának a készülékét fogjuk gyorsan összehasonlítani, és pár olyan különbséget szeretnék ezekről elmondani, amik alapján talán majd tudtok dönteni, hogyha éppen telefonvásárlás előtt álltok, és éppen egy S10 szériás készüléket szeretnétek venni. Ugye, ha kívülről megnézzük a készülékeket, mindhárom készülék különböző méretű, ez talán a legszembetűnőbb. Az S10-nek 6,1 incses kijelzője, az S10 Plus-nak 6,4, az S10 E-nek pedig 5,8 incses a kijelző mérete. Tehát már ez mindenképp egy döntő lehet, egy érv lehet, amellett, hogyha valakinek esetleg kisebb a tenyere, és nem szeretné nagy lapát telefonokkal járkálni, akkor annak már mindenképpen vagy az S10e, vagy pedig a sima S10 lesz a jó választás. A külsőt illetően még ugye, ha körbe megnézzük a telefonokat, szinte azonosak, egyedül az S10e-nél van a bekapcsoló gomba integrálva az ujjlenyomatleolvasó, a másik két készüléken, az S10-nél és az S10 Plus-nál a kijelzőbe van integrálva. Hogy ennek milyen hátrányai vannak, ugye ezt már a tesztvideóban elmondtam, kicsit lassabb ugye a felismerése az ujjlenyomatnak, viszont precíz, de dupla koppintással, gesztusvezérléssel vagy a bekapcsoló gombbal föl tudjuk ugyanúgy ébreszteni, viszont ez az elődökhöz képest azért egy visszalépés, hiszen ott volt a kijelzőbe integrált nyomásérzékelő home gomb, aminek a megnyomásával azonnal föl tudtuk oldani a készüléket. Ugye mind a három készülék Dynamic AMOLED panelt kapott, mind a háromban megtalálható belül ugyanaz a processzor, ugyanannyi memória, egyedül az S10e-ben van 2 GB-val kevesebb RAM, ez 6 GB-ot jelent így összesen, és ugyanúgy NFC, GLONASS, Bluetooth 5.0, GPS támogatás mind benne van, B20-as hálózatokat is támogat, tehát LTE hálózatokra is fog mindegyik telefon csatlakozni, és ki tudjuk használni a sebességbeli előnyöket. És vezeték nélküli töltést is tud mindhárom készülék, ráadásul fordított vezeték nélküli töltést is. Tehát ezek alapján igazából még azt mondaná az ember, hogy nehéz eldönteni. Ami talán még döntő lehet a három készülők között a méreteken túl, az egyik ugye az ára, a telefonok ára, illetve a telefonok hátoldalán található kamerák. Az S10-nél, illetve a 10 Plus-nál ugyanaz a három kamera található meg, 3-3 kamera, két 12 megapixeles széles, illetve ultraszéles látószögű kamera állítható rekeszértékkel, illetve a harmadik kamera az pedig egy telefotó kamera, ami 16 megapixeles, és ezekkel valóban nagyon jó képeket tudunk lőni, valóban csúcs kategóriához méltó fotókat, videókat, 4K 60 fps-ben, stabilizátorral, de ugye 1080p 60 fps is mindenféle problémamentesen produkálható, illetve előállítható. Míg ennél a telefonnál egy kicsit talán gyengébbek a fotók, illetve a videók, hiszen itt ugye a telefotókamera az lemaradt, tehát itt csak a széles, illetve ultraszéles kamera maradt meg, de akinek a fotózás annyira mondjuk nem szempont, akkor még mindig játszhat ez a készülék ugye a vásárlásnál. És talán ami a legdöntőbb ugye a három készülék között az az áruk, hiszen ugye az S10 az most már szolgáltatói kínálatban ilyen 170-80 ezer forintért elvihető, ugye különböző konstrukcióban, részletre is, akár a legtöbb szolgáltatónál. Ez a készülék, az S10 Plus, egy ilyen 30-40 ezer forinttal kerülhet többe, ugye attól függően, hogy honnan is vesszük, illetve mely szolgáltató milyen kínálatából. Ez pedig ugyanennyivel olcsóbb, mint az S10, tehát el tudjuk azt dönteni, hogy, és talán az ár lesz inkább ugye itt a döntő, hogy megérje nekünk mínusz 30 ezer forintot megsporolni azon, hogy egy kamerával kevesebb van, kicsivel kisebb a kijelző, de minden másban azonos, tehát a belsejét tekintve, a paramétereit, a vízhatlanságától kezdve sorolhatnám még ugye a különböző funkciókat, egyedül ugye a kamerában szenved némi hiányosságot, és ugyanez igaz a nagyobbik tesóra, hogy megéri a plusz 30 ezer forintot arra költeni, hogy az előlapon két kamera van, illetve nagyobb maga a készülék, és talán jobban tudunk rajta videókat vagy filmeket nézni, hiszen azért a nagyobb kijelzőn nyilván ez kellemesebb, meg kényelmesebb. Alapvetően mindhárom készülék teljesen jó, tehát én magam talán az ára alapján tudnék választani, illetve a méret alapján, hiszen a nagyobb méretű telefonokat azért nem nagyon szeretem, tehát én speciál az S10-et
választanám gondolkodás nélkül, de nyilván mindenkinek más a szempontja, úgyhogy az biztos, hogy jól jártok, akármelyiket is választjátok a három közül. Én ennyit szerettem volna mondani erről a három készülékről, illetve az összehasonlításáról, hogyha tetszett ez a rövid videó, akkor lájkoljatok minket, illetve a videót is, iratkozzatok fel a csatornánkra, és hogyha bármilyen kommentetek vagy kérdésetek lenne, akkor ezt a videó alatti leírásba beírhatjátok, vagy Facebookon, és maradjatok velünk, hiszen hamarosan jövünk újabb videókkal. Sziasztok!